Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban mai könyvajánló vendégünket, Revicki Gábor. Gábor kedves, magáról az a hír járja, hogy nagyon szereti személyes szabadságát megőrizni, akár a filmszerepeken, színpadi szerepeken belül is. Így hát ennek jegyében hogyan tudja kialakítani a magánember az olvasmány élményeit? Igen, tulajdonképpen a színészet én szerintem akkor emelkedik a legmagasabb fokra, amikor az ember önmaga tud lenni a színpadon több száz, esetleg ezer néző előtt, és a saját gondolatait tudja közvetíteni az író. Írón keresztül. Ennyiből tehát át kell lépjen az író szavain és gondolatain? Fel kell dolgozni? Abszolút fel kell dolgozni. Természetesen saját magáévá kell tenni az embernek, mert nem tud hatni a színész. Egy szóval hű kell maradjon önmagához, és ezzel már egy picit el is árultam azt a könyvcímet, amiről olyan sokat mesélt nekem az imént. A nagy kedvenc. Igen, ifjúkorom meghatározó regénye, az Erich Kneisnek a Légy hű önmagadhoz című könyve volt. Tulajdonképpen az egész regény meghatározó volt az életemben olyan szempontból, hogy az ember mindig tartania kell önmagát, önmagához, mindenben végletesen kell működnie, dolgoznia, pontosnak kell lennie a munkájában, a hivatásában, és így hű az ember önmagához tulajdonképpen, ha az elvei mellett, az elhatározásai mellett, a társa mellett, és mind a mellett, akivel együtt él, együtt dolgozik, az örökké hű legyen. Ez egy gyönyörű, szép hitvallás is egyben, amit nagyon szépen köszönünk, de ha még egyet elárulna, hogy amikor szabad ideje engedi, akkor miközben hű önmagához, mit csinál a legszívesebben, mit tervez a nyárra például? Dolgozni fogok a nyáron, közvetlenül a nyári szünet után. Egy filmben fogok forgatni, és alig várom már, hogy a kedvenc hobbimnak, ahol a szabadságot igazán effektíve élvezhetem, hiszen kint leszek a természetben, ismét elkezdek horgászgatni majd. Amivel kapcsolatban azt is elárulta, és itt ugye már megszerzett információkkal hadd éljek, hogy május 22-én lesz egy nagy premierje, ugye, egy igazi horgászverseny. Nos hát akkor ahhoz kívánunk sok sikert, remélem erre nem babonás, és engedje meg, hogy szeretetünk jeléül átadjuk az imár hagyományos aranyérmünket a Rukanortól és a Halóvasárnaptól, és mellé egy kis ajándékot, a Halóvasárnap klubkártyáját.